harmadik éve rendezik meg magyar kezdeményezésre a Közlekedési Kultúra Napja eseménysorozatot. A 2015-ben a Közlekedés Tudományi Egyesület koordinációjával 13 kormányzati és civil szervezet részvételével elindult kezdeményezés célja, hogy minden nap a kulturált közlekedés napja legyen. A rendezvény küldetése a biztonság és környezettudatos közlekedési magatartásformák széleskörű elterjesztése, a kulturált közlekedés iránt fogékony lakosság széleskörű bevonása, valamint a toleráns, partnerségen alapuló, egymásra és önmagára odafigyelő közlekedési kultúra sokszínűségének bemutatása, színvonalának emelése. Mint dr. Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte, nem csak a lelki békénk érdekében fontos a közlekedési kultúra színvonalának emelése. A közlekedés kulturáltsága és biztonsága alapvetően és elválaszthatatlanul összefüggenek. Nem a szép érzékünk és lelki békénk miatt érdemes tehát az előzékeny, empatikus magatartás mellett érvelnünk, hanem mert az életünk, egészségünk, testi épségünk múlhat rajta. A kutatásban megkérdezettek 84%-a teljesen egyetértett azzal az állítással, hogy biztonságosabbá teszi a közlekedést, ha résztvevői figyelmesebben, kulturáltabban viselkednek egymással. Dr. Lídia Lazeri, az ENSZ Egészségügyi Világszervezet magyarországi irodavezetője előadásában felhívta a figyelmet a balesetekből adódó egészségügyi kiadásokra, gondozási feladatokra, melyek kulturált közlekedéssel megelőzhetők. Just think please of the Gondoljunk csak arra, hogy egy-egy baleset, a baleseti sérülteknek az azonnali ellátása, az milyen anyagi terhet ró az egészségügyi szervezetekre, illetve a balesetek során tartósan megrokkantaknak a szociális ellátása, ugye a szociális ellátórendszerre milyen költségeket vagy terheket ró. Dr. Tóth János, a Közlekedés Tudományi Egyesület főtitkára felsorolta azt a számtalan eseményt, amit 57 a programban résztvevő szervezet rendez, az óvodásoktól a nyugdíjasokig megszólítva a közlekedőket. A hagyományosan május 11-én megtartott nap alkalmából a Művészetek Palotájában adták át a közlekedés biztonsági díjakat, melyet Gödöllőváros önkormányzata, az Önkormányzatok a települések közlekedés biztonságának növeléséért című NFM pályázat keretében nyert el a városban zajló kerékpáros fejlesztések elismeréséért. Gödöllőváros önkormányzata kerékpáros munkacsoportot hozott létre, ennek tagjai helyi lakosok, civil szervezetek, kerékpáregyesületek. Ők irányítják a település kerékpár közlekedésének fejlesztését, így új kerékpárutakat, kerékpárnyomokat jelölnek ki, és rendezvényeket kezdeményeznek.